A helyszínházi főpontszámítás után a helyszínházi tengelytervezés még hátralévő lépései a következők. Először a helyszínházi részletpontok kitűzési adatainak kiszámítása, illetve grafikus ábrázolása következik, majd az összes fő- és részletpont út elejétől mért távolságának meghatározása, azaz a szelvényezési értékek meghatározása következik, és a szelvényezési értékeknek a feltüntetése. Ezt a végső állapotot láthatjuk most az AutoCAD képernyőjén. Az előző alkalommal a helyszínházi főpontszámítást AutoCAD-ben ebben a rajzi állapotban fejeztük be, ezt fogjuk most a továbbiakban folytatni. A helyszínrajzi részletpont számítás mit jelent? Mi a célja? A célja az, hogy a tengelynek az egyenes, illetve íves, vagy átmeneti íves, köríves és átmeneti íves szakaszain helyezzünk el részletpontokat annak érdekében, hogy a terepen majd a az építés számára kellő sűrűségben rendelkezésre álljanak, tehát ki tudjuk őket tűzni. Tehát az egész számításnak a lényege az, hogy a helyszínrajzi tengelyt a metódus szerint, tehát a tengely sokszögön alapuló tervezési metódus szerint a tengely sokszögre támaszkodva ki tudjuk tűzni a részletpontokat a terepen. Ezeknek a részletpontoknak a kitűzési adatait fogjuk egyrészt számolni, illetve másrészt AutoCAD-ben megjeleníteni. Kezdjük a feladatot azzal, hogy a fóliákat kapcsoljuk be, és hozzunk létre új fóliát. Az új fólia neve legyen az, hogy részletpont. A színe maradjon fehér, és egyben legyen ez az aktív fólia, tehát amire majd rajzolni fogunk. Tulajdonképpen az AutoCAD-ben az egyes grafikus rajzi elemek, mint itt látható egyenes ív, átmeneti ív lesz majd. Ezen grafikus elemeken mi egy parancs segítségével el tudunk helyezni pontokat egymástól adott távolságra, ami tulajdonképpen a feladat a részletpontok kitűzésénél, hogy nagyjából a sugár függvényében nagyjából azonos távolságra helyezünk el részletpontokat. Illetve pontosabban megkönnyíti a kitűzési adatok számítását az, hogyha az ív részletpontokat ív középre szimmetrikusan helyezzük el, az ív elejétől és az ív végétől, mint kitűzési kezdőpontoktól számítva a derékszögű összrendezős kitűzési adatokat innen értelmezve adjuk meg. Tehát ez a feladat. Ahhoz, hogy a többi vonal, tehát most a tenger sokszög vonal ezen részletpontok elhelyezésében bennünket ne zavarjon, ezt most kapcsoljuk ki. Kikapcsolhatjuk a méret fóliát is, és akkor csak a tengely látható, a főpontokból indított sugárirányok berajzolása, ami még megjelent. Nézzük meg, hogy egyenes szakaszoknál milyen sűrűségben kell elhelyezni részletpontokat. Ehhez a bal oldalon már korábban is megnyitott PDF állományokat, PDF fájlokat láthatunk. A közzétett mappában tengely sokszög, vagy helyszínrajzi részletpont, helyszínrajzi mappában elhelyezett segédletek, mint ilyen a részletpontszámítás 1 és 2, ugye a részletpontszámítás 1 a
tisztaköríves szakasz részletpontjainak számítási metódusát, számítását mutatja be, a mintarészletpont 2, részletpont számítás 2 pedig az átmeneti íves körív részletpontjainak számítását mutatja be. A kontrollképpen a minta főpont számítás PDF-fájt is meg lehet itt nyitni ebben az ablakban. Kezdjük tehát a minta részletpont számítás 1, azaz a tiszta körívvel, illetve itt a közzétett dokumentumban, amely Word dokumentum szerkeszthető formátumban áll rendelkezésre annak érdekében, hogy ugye változó lesz majd az a részletpont szám ívben is egyenesben, amit majd Kiki alkalmazni fog. Ugye itt az ívben és az átmeneti ívben lévő részletpontokat láthatjuk. Jó, ez egy szerkeszthető Word dokumentum lesz. A minta szerint kell elkészíteni ezt a dokumentumot, tehát meg lesz a váz, és kézzel kell majd beírni az egyes képleteket, behelyettesítve a saját adatokat, és majd a végén pedig kitölteni a kitűzési táblázatot. Jó, tehát térjünk vissza arra a kérdésre, hogy egyenes, illetve íves szakaszokon milyen sűrűségben helyezzünk el részletpontot. Erre van egy táblázat a mintadokumentumban, méghozzá a sugár függvényében adja meg ez a kis táblázat, hogy milyen sűrűségben kell elhelyezni részletpontokat. Látható, hogy ha a sugár 10 és 50 méter között van, akkor a részletpontok egymástól való távolságának 5 és 10 közé kell esni, tehát maximum 10 lehet. 51 és 100 között 10 és 15 között, 101 és 200 között 15-20, illetve ha 200 méternél nagyobb az ív sugara, akkor már 20 méter is lehet a távolság, vagyis ha most egyenesben lévő részletpont sűrűségre vagy részletpont távolságra vagyunk kíváncsiak, az ebből következően ez 20 méter lesz. Hogyan helyezünk el pontokat objektumokon egymástól adott távolságra? Pontokat, mert hiszen részletpont a neve az új fóliának is, tehát ehhez nézzük meg, hogy a formátum menüben, tehát a formátum menüt kikeresve, keressük ki a pont stílus beállítást. Itt most nálam be van állítva egyfajta pont stílus, ugye itt lehet választani, hogy milyen legyen, talán ez egy célszerű változata itt a lehetőségeknek, ami most be van jelölve. A pont méret az itt most 0,5, de a méretbeállítás abszolút egységben, ugye ez legyen, ugye ez a kontrollálható méret típus megadás, tehát ha okét nyomunk, akkor ugye ezt elfogadta az AutoCAD, tehát ha pontot teszünk le, akkor ez a pont jel lesz, ezt ki is próbálhatjuk. A pont letétel, vagy a pont megadásnak a parancsa a pont, amelynek a rövidítése PO. És most bárhol leteszünk egy pontot, meggyőződhetünk róla, hogy milyen a nagysága. Tehát ez így ő kellemes méret még, látható is közelebbről ő meg főként. Tehát most akkor következzen az egyenesen egymástól 20 méterre pontok elhelyezése. Ennek a parancsa a BO, beosztás parancs, BO, válasszon beosztani kívánt objektumot. Fontos ennél a parancsnál az, hogy a beosztandó objektumnak ahhoz a végéhez kattintsunk közelebb, ahonnan szeretnénk, hogy a pontok elhelyezésre kerüljenek. Tehát most a kezdőpont az A pont, A pontból indul az egyenesünk is, tehát ide kattintsunk rá. Majd itt a parancsorban megjelenik, hogy adja meg a szakaszok hosszát, ugye azt mondtuk, hogy az 20 méter legyen. Jó, ha ezt a parancsot kiadtuk, már meg is jelent az első egyenes szakaszunkon a felhordott részletpontok. Hány darab ilyen részletpontot tudott elhelyezni? 2, tehát 20 méterre és a kezdőponttól 40 méterre. Mennyink maradt még? Ugye lehet az a kérdés.
Ehhez viszont kapcsoljuk vissza a méret fóliát, és méretezzük be az egyenes szakasznak a hosszát. Ugye az sokszögoldal hossza az megvan. Egészítsük ki a méretezést. Ehhez menjünk rá a méretfóliára, és a méretezés illesztett parancsal nézzük meg, hogy mennyi az egyenesünknek a hossza. Ugye a kezdőpont az A pont. A másik pont az íveleje pont. És ugye elhelyezhetjük a már megadott érintő végpontjához, azzal egy magassága ezt a távolságértéket, 58-11, ugye ezt írta ki az AutoCAD, tehát a 20-40 az ívelejének a szelvény értéke, tehát 0 plusz 58-11, ugye 0 plusz 0 nullától indul az út eleje, tehát az ívelejének már be is írhatnánk akár itt a szelvényesi értékét, de ugye ezt majd a szelvényesi jegyzőkönyvből annak a kitöltését követően tehetjük meg. Jó, nézzük tovább a körívet. A köríven is ugyanígy, ugyanacsak a beosztás parancsal el tudunk helyezni objektumokat, de ha most kijelöljük a körívünket, akkor látható, hogy a teljes körív megjelenik, vagy kijelölődik, viszont nekünk csak a fél ív hosszat kell, hogy megjelenítsük azért, hogy erre a fél ív hosszra, ugye ív középre szimmetrikusan helyezzük el a részletpontokat a köríven, tehát egyik fél, másik fél köríven, ehhez meg kell törni egy pontban, méghozzá az ív középpontban az ívünket. Tehát menjünk a megtörés egy pontban, ugye itt ez egy ikon formájában jelenik meg, itt a nálam alkalmazott AutoCAD-ben, válasszunk objektumot, ugye ez a körív lesz, és most kattintsunk arra a pontra, ahol meg szeretnénk törni a körívet, ugye ez az ív középpont, és hogyha rákattintunk az első és a másik félkörívre, akkor ezek már láthatóan külön vannak, de ugye egy pontban találkoznak, egy pontban törtük meg. Adjuk ki a BO, beosztás parancsot, válasszunk beosztani kívánt objektumot. Megint nagyon fontos így körívnél is, hogy az első körív első felénél az ív elejéhez közel kattintunk, és így adjuk meg a távolságot, amely távolság, mivel az alkalmazott körív fel van írva, itt a mintában 100 méter, 100 méter esetén a maximális részletpont távolság az 15 méter. Ugye ezt a 15 métert választjuk. Célszerűen 15.00, tehát megtörtént a beosztás. Itt a tólig választásnál választhatjuk a sugártól függően, választhatjuk a szélső értéket, főleg akkor, hogyha a sugárértékünk pont a határon lévő sugár, mint ahogy ebben az esetben is. Látható, itt AutoCAD-ben elhelyezte az AutoCAD, felrakta a pontokat. Nézzük meg a másik oldalról is. Beosztás. Beosztani kívánt objektum nagyon fontos. Még egyszer kihangsúlyoznám, hogy most viszont az ív végéhez közel kattintunk, és így adjuk meg a 15 AutoCAD rajzi egység, vagy 15 méteres távolságot. Így tehát elértük azt, hogy a kitűzési adatok majd, amely kitűzési adatok, ugye terékszögű összrendezős számítás eredményeként jönnek létre, tehát az ív elejétől, illetve ív végétől számoljuk a felmérendő távolságot a tengelysokszögoldalon, és az arra merőleges távolság értéket. Menjünk tovább, hajtsuk végre a részletpontok feltételét, hiszen itt nekünk még van feladatunk
az átmeneti ívnek a pontos berajzolásával is, tehát így akkor véglegesíteni tudjuk autókedben a tengelyt, utána térnénk rá a derékszögű összrendezők kiszámítási metódusára és annak ellenőrzésére autókedben. Megint következik egy egyenes szakasz, az első ív, a tiszta körívet követően az átmeneti ív eleje pontig. Itt megint hiányzik egyenlőre az egyenes szakasznak a hossza, ezt akkor adjuk meg, méretezzük be, méretezés illesztett, az első ív végepontja és az átmeneti ív eleje pontja közötti távolságot keressük, és illeszthetjük ezt az első tiszta körív érintő hosszán megadó méretvonal végéhez. Jó, tehát 72-40. Végezzük el is a beosztását ennek az egyenes szakasznak. Hasonlóan az első egyenes szakaszhoz helyezzük el. Legyen a aktív a részletpont. Igen, itt azt a hibát elkövettem, hogy ugye az egyes pontokat a méret fóliára tettem. Meg lehet könnyen változtatni, itt az egyenesben jó, hogyha kijelöljük a pontokat, amiket felraktunk, viszonylag ablakosan, könnyen és gyorsan kijelölhető ezek a pontok, és legördítve a fólia menüt rá kell kattintani arra a fóliára, ahova át szeretnénk tenni, tehát ez már meg is történt, és a részletponton van, és most is a részletpont fólia az aktív. Jó, beosztás parancs. Megint figyelve arra, hogy a haladási irányban ugye az ív végeponthoz közel kattintsunk, és adjuk meg. Amikor kijelöli az objektumot, lehet látni, hogy melyik az az objektum, amit majd beoszt a program. Adjuk meg a host, tehát az megint 20,00. Jó, a tiszta kör, az átmeneti éves körívet most kihagyjuk, mert azt úgyis külön majd fogjuk látni, hogy az átmeneti számítási Excel táblából ki tudjuk venni az átmeneti év elejétől az egyes részlet, átmeneti részletpontok kitűzéséhez szükséges derékszögű összrendezőket, annak segítségével fogjuk majd felhordani. Ehhez viszont azt megtehetjük már most, hogy az eddig berajzolt hozzávetőleges átmeneti ívet kitöröljük. Mi maradt akkor itt középen? Maradt a tiszta körív, vesz szakasz, de az egybe van megint, tehát itt megint egy pontba való megtörést kell végrehajtani, tehát megtörés egy pontban. Mit törünk meg? Az átmeneti íves körív tiszta köríves szakaszát melyik pontban? Az ív középpontban. Jó, nézzük meg, hogy ennek az átmeneti éves körívnek, amit a mintában van, mik a paraméterei. Menjünk át a részletpontszámítás 2-re, az átmeneti éves körívre. Itt a táblázat bal oldalán láthatók az adatok, tehát 50-es a sugár, 42 a paraméter, átmeneti ívhoz 35-28, delta R körív, vagy érintő eltolás érték 1,03 méter, a körív középpont abszissza 17-57. Honnan jön ez a táblázat? Ugye ez a táblázat az átmeneti ív számító Excel táblázatból emelhető ide át, figyelve arra természetesen, hogy az átmeneti ív számítási táblázatban figyeljünk arra, hogy hogyan adjuk meg az átmeneti ív elejétől mért távolságokat, befejezve ugye az átmeneti végeponttal, amely átmeneti vége távolsága az megegyezik az átmeneti ív hosszal. Erre figyeljünk. És a kijött az átmeneti végéhez kapott X és Y kitűzési összrendezők meg kell, hogy egyezzenek a főpontszámításnál beírt, vagy az átmeneti ív számító táblázatban, felül a fő jellemzőknél megjelenő átmeneti végéhez tartozó kitűzési adatoknak, X és Y kitűzési adatoknak. Jó, tehát a sugár ennél a minta átmeneti éves körívnél 50 méter. Nézzük meg azt,
visszakapcsolva az első részletpontszámítási dokumentumra, itt az 50 méternél ugye maximum 10 méterig mehetnénk el. Itt viszont nézzük meg, hogy mennyi a maradék, ha rákattintunk erre a félifosszra, jobb klik, tulajdonságok, akkor láthatjuk, hogy 14,72, tehát a 10 méternél is jóval több. Tehát helyezzünk el itt is egy részletpontot, hát nagyjából a felében, tehát ha megfelezzük, felkerekítjük 14-re, annak a fele 7, tehát 7 méter távolságra az átmeneti végétől az ív közepe felé értelmezve 7 méter ívirányú távolságba helyezzünk el részletpontot. Beosztás. Beosztani kívánt objektum, tehát az átmeneti végéhez közelebb kattintunk, és beírjuk azt, hogy 7. Jó, a másik oldalra ugyanígy megtehetjük, megint a választani kívánt objektum, a másik átmeneti végéhez közelebb kattintunk, és megint beírjuk azt, hogy 7. Elhelyezte 7 méter távolságra, természetesen, mivel több mint 14 méter a teljes, tehát a félifosz, ezért még elhelyezett pontokat, amely pontokat kitörölhetjük. Egyébként tehát a részletpontok elhelyezése, hogy azoknak a száma mire van hatással, ahány fő is részletpontunk van, annyi keresztszelvényt kell majd a keresztszelvények munkarészben megrajzolni, tehát érdemes kihasználni a lehetőségeket. Tehát itt az kív középhez már elég közel lévő pontokat töröltünk ki, már méteren belül voltunk, tehát a sugártól függően ez a távolság, amit összevonunk kis sugaraknál, tehát ilyen 60-70, tehát 100 méterig, ilyen 3-4 méter, max. 5 méter lehet. Egyenesben a maradék távolságérték az akár 7-8 méter is lehet, majd itt hamarosan fogjuk is ezt látni. Jó, tehát az átmenet íves körében az ív részletponton megvannak, a részletpontok marad még az utolsó egyenes szakasz, ugye ezt is akkor először méretezzük be, hogy milyen hosszú, méretezés illesztett, átmenet ív eleje, C pont, mint a tervezett útszakasz vége, és helyezzük ezt is az átmenetíves körív érintőjét megadó méretvonal végéhez. Jó, és akkor helyezzünk el ezen is részletpontokat, menjünk át a részletpont fóliára, BO beosztás parancs, kattintsunk rá a beosztani kívánt objektumra, megint ugye haladási irányban az átmeneti végéhez közelebb kattintunk, és itt is 20 méter a megadandó részletpont távolság. Ugye itt látható a C ponttól nem túl nagy távolságra, meg is mérhetjük, hogy mennyi ez a távolság. Ez 7 méter, hát ez az az érték, amit még össze lehet vonni, tehát ezt legutolsó részletpontot eltávolíthatjuk. Tulajdonképpen elhelyeztük már a részletpontjainkat, és még az átmeneti íves körív van hátra. Mielőtt az átmeneti íves körív átmeneti ívének részletpont kitűzésére rátérnénk, és az exakt átmeneti ív berajzolására, az első körív részletpont kitűzési adatainak kontrollálását, itt a autókedben, illetve számítását kell megbeszélnünk. Ehhez természetesen vissza kell kapcsolnunk a tenger sokszög fóliát, hogy a kitűzési adatokat be tudjuk mutatni, és be is méretezzük. A méretezéshez legyen aktív a méretfólia, és az egyes ívrészletpontok derékszögű összrendezőit méretezzük be. A méretezés, ahogy már az előző alkalommal is elhangzott, a méretezésnél figyelhetünk arra, hogy az egyes méretvonalak egymást azonos távolságra legyenek. Ugye 5 autókedrajzi egységre választottuk ezt az elmúlt alkalommal, vagyis ez azt jelenti, hogy a legutóbb megadott a rajzhoz legközelebbi méret, legkisebb méretvonal,
vonalra rárajzolunk egy vonalat, pontosan erre. Jó, ha ezt kijelöljük, a most berajzolt vonalat, látszanak a fogók, menjünk a végéhez, beugrik egy ablak, hogy nyújtás vagy hosszabbítás, itt a hosszabbításra kell, dinamikus hosszabbításra kell kapcsolni, meghosszabbítjuk annak érdekében, hogy majd, amikor már nincs rá szükség ezekre a segédvonalakra, ezek ki tudjuk törölni. Párhuzamos rajzolás 5 autókez rajzi egységgel. Hány ilyen segédvonal kell? Ahány ívrészletpont van, ív középig, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tehát ezek megvannak, ezek a méret segédvonalak. Ezek lesznek az X összrendező méret segédvonalai. Nézzük az átmenet, az út eleje ponthoz tartozó sugárirányt, amit még nem rajzoltunk be, de a másol parancsal, M, mint másol, az első főpont, az ív eleje ponthoz tartozó sugárirányt, ugye lemásolhatjuk ide az A pontba. És ezzel húzhatunk párhuzamost, szintén 5 autókedv rajzi egységre. És 4. Jó, nézzük most a méretezést. Az első ívpont, ami az ív elejéhez legközelebb van, ugye attól 15 autókedv rajzi egységre ívirányban értelmezve. Méretezzük be, méretezés illesztett. Igen, mit kellene itt meghatározni? Azt, hogy hol van a derékszögű összrendezőnek az X összrendezője. Ehhez viszont az egyes részletpontokból merőlegest kell bocsátanunk a tengelyszögszög oldalra. Ehhez a fogókat kontroll lenyomása mellett jobb klik, tájraszter beállítások, és itt legyen a pontfogó bekapcsolva, és most a merőleges fogó. Egyelőre a többit kapcsoljuk ki, majd, ha szükség lesz rá, bekapcsoljuk a többit is. És a méret fólián vagyunk, vonalrajzolás, pont, merőleges parancsismétlés, ugye az első space lenyomásával lezárjuk ezt a parancsot, még egy space-szel pedig parancsismétléssel folytatjuk tovább. Jó, tehát most már megvannak a X és Y ordináták, már bemérletezhetők, így mehet tovább a méretezés, méretezés illesztett. Jó, itt a merőlegest érdemes kikapcsolni, és helyette a végpontot bekapcsolni. Jó. Az első ívrészletpont, amelyiknek a távolsága az ív elejétől 15 méterre van, annak az X összrendezője 14,94. Nézzük meg a mintaszámítást, amely mintaszámításhoz az értelmező ábra itt a mintaszámításban van, ez, ahogy említettem, szerkeszthető dokumentum formájában megkapja mindenki, és ez a rajz is itt van, de látható, hogy a mintaszámításnál is kézzel van beírva maga a képlet. Ennek az az értelme, hogy ha az ember kézzel leírja a képleteket, tehát a rajz alapján meg tudja határozni a képletet magát, akkor a továbbiakban már ezt a képletet újra nem kell megismételni, hanem csak behelyettesítve, ugye ahogy itt a kitűzés is történt a beosztás parancsal autókedben, ugye 15 autóked rajzi egysége 15 méterre jönnek egymás után a részletpontok, 15, 30, 45, 60 méterre. A képlet maga az tulajdonképpen nem más,
mint az adott kitüzendő ív részletponthoz tartozó középponti szög, ami bétával van jelölve, meghatározását követően ehhez a középponti szöghöz tartozóan ennek a színuszát véve szorozva errel, ugye kapjuk az x összrendezőt, és ennek a koszinuszát véve, és az R-ből kivonva, tehát ezt kivonva kapjuk az y összrendezőt, tehát a képlet az gyakorlatilag megegyezik tiszta körívnél a ív közép kitűzéséhez szükséges képlettel, annyi különbséggel, hogy itt nem a fél középponti szög van, tehát nem alfa per 2, hanem az a béta szög van megadva, amelyik mindig változik, és mindig számítani is kell. Itt látható a béta szög számítása, itt pedig az összrendezők számítása látható. Jó, tehát 1494 a 15 méterre lévő első ívrészlet pontnak az x összrendezője stimmel. Nézzük a derékszög összrendezőjét, tehát az y összrendezőjét. Méretezés illesztett. Erről van szó. Az, ahogy látható, 1,12. Nézzük meg a mintaszámítást. 1,12. Nézzük a következőt. Ív eleje és a következő ízrészletpont x összrendezője 29,55. Látható, hogy ez is stimmel. Nézzük ennek az y összrendezőjét. 4,47, ez is stimmel. Következő ív részletpont. 43,50, ugye ez már a 45 ív elejétől 45 méterre lévő részletpont. 43,50, y összrendezője. 9,96. És akkor van még egy. A 60 méterre lévő ívrészletpontnak az x összrendezője. Nézzük az y-t. Ez pedig 17,47. Igen, látható, hogy itt át kell helyeznünk a méretezést, mert a nulla, tehát az A kezdőpontban kezdtük, ezt könnyen megtehetjük a mozgat parancssal, kijelöljük mindegyiket. Jó, és nézzük meg, hogy ugye nem változott-e. Ami változhat legfeljebb a méretezéshez használt kontrollpontok változtak, de a helye az nem. Tehát, mert ha változott volna, akkor átíródik itt a méretezési érték. Jó, tehát így akkor megvan a négy ív részlet pontnak az y összrendezője, és az utolsó év volt 17,47, tehát ez is itt stimmelt. Jó, a főpontszámítás eredménye képpen kijött, ívközépre kijött összrendezők közül hiányzik, ugye megadtuk az x összrendezőt, de az y összrendezőt még nem, tehát ezt is méretezés illesztett metódussal megadhatjuk. Ez 21,65, nézzük a minta főpontszámítást, hogy mi jött ki az ív középre, az y összrendező 21,65, ahogy látható, 62,14 az x összrendező, és ugye ez a 21,65 az y összrendező. Jó, ezzel tehát az ív részletpontok, a tiszta körív részletpontok derékszögű összrendezős kitűzési adatainak meghatározását így befejeztük.
A másik oldalra ugyanezt nem kell megismételni, természetesen ugye figyeltünk is arra, hogy az egyes, hogy a ívközépre szimmetrikusan elhelyezkedő részletpontok miatt ugye a másik oldalon az ív végétől indítanánk a kitűzést, mint ahogy az a kitűzésnél, a terepi kitűzésnél történik is, az ív végétől kezdve a kitűzési adatok ugyanazok lennének, mint itt a bal oldalon, tehát még egyszer azt megismételni nem kell. Nézzük akkor tovább az átmeneti ívet, tehát térjünk rá az átmeneti ívre. Átmeneti íves körívnél az átmeneti ív számító Excel táblázatból ugye megkapjuk az átmeneti ív részletpontjainak kitűzési koordinátáit, x és y-t, méghozzá az átmeneti ív elejétől vett ívirányú távolság függvényében. Jó, ehhez nagyítsunk bele az átmeneti íves körív bemeneti átmeneti ívének helyére, tehát átmeneti ívvel és átmeneti vége legyen az ablakban mindenképpen látható, és menjünk sorban, tehát kezdjük a 9 méterre lévő ívrészletponttal, ez ugye 10 méter lehetne a maximális részletponttávolság, az átmeneti íven is a sugár függvényében választjuk a részletponttávolságot, ugye, de mivel 35 méter 28 a teljes átmeneti ívhoz, ezért 9 méterre vehetjük, így az egyenletesebben el van osztva az átmeneti részletpontok egymás utáni távolsága, és ehhez akkor a táblázatból kimásoltuk, illetve az egész táblázatot ide átmásoltuk a Word dokumentumban. Jó, tehát 9 méterre lévő átmeneti részletpont kitűzési adata x irányban 9 méter, y irányban 7-7-es centi 0,07 autókedrajzi egység. Tehát hozzunk párhuzamost 9 autókedrajzi egységgel az átmeneti ív eleje sugárirányjal, majd húzzunk párhuzamost ismét, de most a tengelysokszög oldallal, hiszen az erre az irányra merőleges rendező, tehát az x irány ugye a tengelysokszög oldal iránya, és az erre merőlegesen fölmérendő távolság az 0,07. Ugye ez meglehetősen kis távolság, ha most itt Entert ütünk, akkor nagyítsunk bele, hogy ez jól kijöjjön. Ugye ez az átmeneti ív eleje, pont, tehát ha belenagyítunk, akkor most a sokszög oldallal húzunk párhuzamost, látható, hogy ez viszonylag kis érték. Ide a meccéspontba azonnal egy pontot helyezzünk el, de nem a méretfóliára, hanem a részletpontok. Ugye a részletpontfóliára, PO. Viszont most a fogóknál a meccéspontot is be kell klikkelni, hogy megtalálja. Jó, és akkor meg is jelent. Ahogy letettük a pontot, meggyőződtünk róla, hogy jó helyen van, akkor a pont szerkesztéséhez használt segédvonalakat, ugye a párhuzamosokat mindjárt töröljük ki, mert különben megkeveredünk, hogy most melyik vonal micsoda, nagyon nehéz lesz akkor azt kibogozni a későbbiekben. Nézzük a következő részletpontot, ez 18 méterre lévő részletpont, eznek az x irányú távolsága 17,98 lesz, y pedig 0,55. 17,98 x irányban, tehát az átmeneti velejével húzunk ilyen távolságra párhuzamost. Parancsismétléssel újra párhuzamos rajzolás, 0,55 autókedrajzi egységre. Jó, ahogy megszerkesztettük a meccéspontba, azonnal helyezzük el PO parancsal a pontot, és töröljük is ki a segédvonalakat. Jön a következő,
Ez az utolsó átmenetív részlet pont, az átmenetív elején, ugye ezettől 27 méterre lévő átmenetív részletpontnak az XS rendezője 26,88, PO párhuzamos, nem, P mint párhuzamos, az lesz először 26,88 átmenetív elejével, ez megvan. Parancsismétléssel újra párhuzamos, ehhez tartozó Y összrendező 1,85. Látható, már elég közel esik a tiszta köríves szakaszhoz. PO, pont, rakjuk le a pontot. És mindjárt töröljük ki a segélyvonalakat. Jó, nincs több átmenetív részletpontunk, hiszen a következő már az átmenetív vége. Tehát a most kitűzött átmenetív részletpontok és a már meglévő átmenetív eleje és átmenetív vége főpontok segítségével ezekre illesztve rajzoljuk be a pontosabb átmeneti ívet. Az átmeneti ív berajzolásához, az átmeneti ív pontjainak letétele után ugye meg tudjuk adni a végérintő irányát, ehhez viszont a végérintőt először ki kell szerkeszteni. Rajzoljunk tehát egy vonalat. Maradhatunk a részletpont fölött, hiszen egy segédvonal lesz, amit majd kitörlünk úgyis. Tehát az átmeneti vége pontunk az első pontja ennek a vonalnak, a másik pedig a körívnek a középpontja, tehát hogyha ez a fogó nincs bekapcsolva, akkor a kontroll lenyomása mellett jobb klikkel bejövő listából válasszuk ki. Nyilván az átmeneti végére rajzoltunk rá, átmeneti végéhez tartozó sugárirányra rajzoltunk rá, most egy forgat parancs következik. Jó, jelöljük ki, hogy ezt a most berajzolt vonalat szeretnénk forgatni, space vagy jobb klik. Most pedig adjuk meg a forgatási középpontját vagy bázispontot, ugye az átmeneti végepont lesz az, és adjuk meg a forgatási értéket, az ugye AutoCAD alapbeállításnál, ugye óramutató járásával megegyező, tehát ez mínusz 90 fok lesz. Jó, tehát akkor megvan az érintő irányunk is. Most már nincs más teendőnk, csak az, hogy átmegyünk a tengelyfóliára, és az SPL spline parancsal megadjuk a spline pontokat, kezdve az átmeneti elejével. Igen, most viszont a tájrasztett beállításoknál érdemes csak és kizárólag a pontot bekapcsolva hagyni, tehát a pontot fogja meg, semmilyen más nevezetes pontját egyik objektumnak se fogja meg, tehát csak a pontot. A főpontszámításnál ugye bekapcsolva vagy berajzolva hagytuk a delta R hosszúságú szakaszt annak érdekében, hogy itt az átmeneti ív berajzolásánál a delta R távolság felében is helyezzünk el egy részletpont, egy átmenetív részletpontot. Természetesen ide ehhez a részletponthoz külön sugárirányt nem rajzolunk, külön szelvényezési értéke nem lesz ennek a pontnak, ez az átmenetív pontosabb megjelenítését szolgálja. Nyilván, hogyha ez nagyon-nagyon közel esik, akkor ez elhagyható, de itt, ahogy most a mintában látható, bár itt is elég közel van, ez még felhasználható, tehát kontrollnyomása mellett jobb klik, és egy felező pontot keresünk most. Jó, és akkor maradunk továbbra a pontra illesztésnél. Pont, és akkor jön az átmeneti vége, mint zárópont. És most a parancs sorba kukkantva, ugye itt a nagy B vagy kis B-t, az mindegy, ütünk, akkor
megadhatjuk a záró vagy befejező érintőt, ez pedig nem lesz más, mint amit az előbb kiszerkesztettünk. Csak ugye itt végpontot kell fognunk. Jó. Itt tehát megvan az átmeneti ívünk azzal a pontossággal, amit a kiszerkesztett átmeneti részletpontok nyújtanak, illetve a delta R per 2-ben elhelyezett pont. Ha itt most kijelöljük ezt a berajzolt spline görbét, akkor a kezdőpont fölé menve a beugró ablakban az érintő irányára kell kattintani ahhoz, hogy ennek a spline görbének a kezdő érintőjét is megadjuk. Az előző alkalommal a főpont számításnál is éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az AutoCAD tükrözési parancsával ezt a ív középhez tartozó, vagy a szögfelező irányát felhasználva, mint tükrözési tengely, áttükrözzük a másik oldalra, hiszen szimmetrikus átmeneti éves körívet terveztünk. Adjuk ki a tükröz parancsot, TÜ, jelöljük ki először az átmeneti ívet, majd azokat a pontokat, amelyek alkotják az átmeneti ív pontjait, és ugye a másik oldalon is meg kell, hogy jelenítsük őket. Jó, nincs több ilyen részletpont, tehát Enter vagy jobbklik. Adjuk meg a tükrözési tengely első pontját. Ugye ez egy végpont lesz. Kontroll a nyomásom mellett. Végpont. A szögfelező irány egyik pontja. A másik pedig ugye a tengely sokszög pont. Jó. És nem kívánjuk törölni a tükrözött objektumot, tehát így a másik oldalon is megjelentek ezek a pontok. Jó, így az átmeneti ívet berajzoltuk. Itt most ugye ellenőrzésre nincs szükség, de szükség van arra, hogy megadjuk a derékszögű összrendezőit ezeknek a részletpontoknak. Ugye erre kínálkozik itt az átmeneti íves körívnél a kihaladó átmeneti ív oldala ennek a megadására. Teljesen hasonlóan járunk el, mint az előbb a tiszta körívnél, berajzoljuk a segédvonalakat egymástól 5 AutoCAD rajzi egységre, és megadjuk derékszögű összrendezős értékeket. Egyrészt ugye az átmeneti ív elejétől mért távolságot, illetve az arra merőleges távolságokat. Jó, még egy dolgot itt kiemelnék, mégpedig azt, hogy az átmeneti ívet követően, ugye tiszta körében is helyeztünk el részletpontot, ennek a részletpontnak a kitűzési adatait szintén számítani kell. Ehhez a minta részletpont számításban van megint egy magyarázó ábra, amely alapján a jobb oldalon, ugye megint kézzel beírva, itt vannak a képletek. Miről is van itt szó? Itt tulajdonképpen az látható itt az ábrán, hogy a tiszta köríves szakasz, amely esetünkben most ugye 50 méter a sugara, a tiszta köríves szakaszhoz húzott, eltolt helyzetű érintő, ugye a főérintővel delta R-nyi távolságra, azzal párhuzamosan szaggatottan látható itt az eltolt helyzetű érintő, amelyik érinti a körívet, méghozzá az átmeneti velétől x0 távolságra. Ha most nézzük az átmeneti végéig ezt a körívet, egészen ugye ettől a ponttól L per 2, tehát az átmeneti hossz felének távolságára nem az átmeneti körében lévő pontokról van szó, ehhez az ívhosszhoz tartozó középponti szög a tau, ívhossz az L per 2,
Viszont az LPER 2 után, az átmeneti vége után szeretnénk ívrészletpontot kitűzni. Ugye esetünkben ugye itt a beosztás parancsnál autókedben 7 métert adtunk meg, tehát itt a delta IH, amit most itt választottunk, az 7-es méter lesz. És akkor, hogyha most a béta szöget úgy értelmezzük, hogy az eltolt helyzetű érintő és a körív érintési pontjától értelmezzük ugye a béta szöget, ugye eddig tau, innen pedig a béta szögre kiegészítő szög, hogy kapjuk meg ezt a béta szöget, hogyha az L per 2 értékhez hozzáadjuk a delta, választott delta I, hát ami most 7, és osztjuk a sugárral, szorozva 180 fok per pi-vel, teljesen hasonló, mint a tiszta körívnél, akkor megkapjuk ugye erre az eltolt helyzetű érintőre és az érintési pontra, mint kezdőponttól mért x és y irányú összrendezőket, ugyanazzal a képlettel, mint a tiszta körívnél, viszont nekünk az átmeneti ív elejére kell redukálni, illetve áttransformálni a kitűzési adatokat, tehát az x-hez hozzá kell adni x0-t, hiszen ettől a ponttól, érintési ponttól x0-ra kezdődik az átmeneti ív, az y irányban pedig delta r-t kell hozzáadni. Nézzük akkor a számítást magát, ugye behelyettesítve az adatokat, az beta középponti szög meghatározásra került, az x összrendező és az y összrendezőt kiszámoltuk, akkor utána már csak az x-hez x0-at, az y-hoz pedig delta r-t kell hozzáadni. Felhívnám a figyelmet, hogy ez az árt helyében egyik szám példa lesz majd ez a metódus nyilván ott megadott adatokkal. Nézzük meg, hogy valóban ez jött-e ki, tehát be kell rajzolni még ugye az egyes összrendezőket. Ezt a méret fóliára tehetjük meg, úgyis a méretezéshez majd ezt be kell rajzolni, és akkor ugye itt milyen fogó legyen bekapcsolva, most csak a pont van, és a merőleges lehet a másik fogó, vonalrajzolás, merőleges, jó, és akkor nézzük a előbb bemutatott számítás eredményeként kijött tiszta körív részletpontnak a kitűzési adatait, ennek az y-ordinátáját rajzoltuk most be. Méretezzük be ezt a méretezés illesztett. Ezt helyezzük el, már csak az ellenőrzés véget. Ahogy említettem, ugye ezeket a y összrendezőket sorba egymás után hasonló módon elhelyezve tiszta körívhez, ezek megadhatók. 6,98 az y összrendező, nézzük az x összrendezőt. Ez pedig 41,22. Jó, tehát nézzük mind a kettőt, próbáljuk egyszerre. Nézzük a számítást, az x összrendező 41,22, az y pedig 6,98, tehát a kontroll is megvan, leellenőriztük, rendben van. Tehát a részletpontok kitűzési adatait meghatároztuk, mind a tiszta körívre, mind pedig az átmeneti íves körívre vonatkozóan. Amit még itt a részletpont számításnál célszerű megtenni, mielőtt még rátérnénk az egyes fő- és részletpontok szelvényértékének meghatározására és feltüntetésére autókedben, az, hogy a sugárirányokat berajzoljuk az egyes részletpontokban. A berajzoláshoz húzzunk olyan távolságra párhuzamost a tengellyel, mint amilyen hosszúak a most berajzolt sugárirányok, amelyik 30 autókedrajzi egység. Hogy itt egyértelmű legyen, hogy a tengelyre kattintunk a párhuzamos rajzolásakor, most is kapcsoljuk ki a tengely
sokszög fóliát. P, mint párhuzamos 30 autókedrajzi egységgel. Jó, itt az átmeneti ívre kell kattintani, aztán a féltiszta körív, másik féltiszta körív, majd megint a másik átmeneti ív, majd a legutolsó egyenes szakasz. Jó, és akkor a sugárirányok berajzolása következik, mégpedig a szelvények nevű fóliára. Mi legyen bekapcsolva a tájraszternél, ugye a pont és a merőleges ez nekünk teljesen megfelel, tehát egymás után parancsismétléssel vonal rajzolás parancsot hajtunk végre. Mindig várjuk meg, amíg a fogó rááll adott pontra, ki is írja, ugye beugró ablak, hogy az most pontot fogott, itt pedig látható a merőleges fogó, és ki is írja, hogy merőleges. Jó, tehát ezt viszonylag gyorsan be lehet rajzolni. Jó, ugye ebben az esetben itt talán megfordíthatjuk a párhuzamost, másik oldalra tegyük rá, ne legyen annyira zsúfolt ez az oldal, tehát töröljük ki a mostani párhuzamost, és a párhuzamos rajzolással a másik oldalra húzzunk 30 egységre párhuzamost, akkor arra hosszabbítsuk meg, vonal, jó, itt az átmeneti ívnél figyeljünk a merőleges állításra, első átmeneti ív részletpont, és akkor itt, hogy megfogja a merőlegest. Itt is nagyítsunk inkább bele, pont, merőleges. Jó, van egy ív részletpontunk. Másik oldal. És jön az utolsó egyenes szakasz. Jó, tehát a sugárirányok is megvannak, most már nincs másról szó, csak arról, hogy a fő és részletpontok kezdőponttól mért távolságát, mint szelvénési értéket meghatározzuk. Ez majd a következő videónak a témája lesz. Itt a rajzon még ugye kiegészítésre szorul az átmeneti éves körív. Itt bemutatnám a kész már beszelvényezett tengelyt, itt látható, hogy így kell majd megadni minden egyes kitűzési adatot, hogy erre majd a PDF rajzi állomány, erre a kész rajzra rendelkezésre fog állni hamarosan. Ezzel tehát a részletpont számítást, ennek ellenőrzését, grafikus ellenőrzését bemutató videó befejeződött.